Következő kísérletünk a hőtan témakörében található. A lineáris hőtágulást fogjuk vizsgálni. Ugye a hőtágulás jelenségével nap mint nap találkozunk, nem csak a lineáris térfogati hőtágulással, mindennapi életben számos helyen körülvesz minket. Használjuk a kellemes oldalát is, megpróbálunk ellene védekezni is. A következő egyszerű kísérleti összeállításba két készülék segítségével fogom vizsgálni a lineáris hőtágulást, és azt fogjuk megnézni, hogy a különböző anyagoknak más-más a hőtágulása. Két egyforma keresztmetszetű, egyforma hosszúságú rúd található itt. Az egyik vasból van, a másik alumíniumból van. A mutató mindkét készüléknél most nullánál. Denaturált szex fogok mindkét rúd alá önteni, és meg fogom gyújtani. Ezáltal ugye melegedni fog a rúd majdnem a teljes hossza mentén, de ahhoz egy picit itt leemeljük a rudat. Gyorsan be is állítom. És már gyújtom is meg. És akkor látható, hogy elkezdett égni. És ugyanezt megcsinálom az alumíniumnál is. Akkor mindkét rúd alatt most már rég a denaturált szesz. Látszik, hogy elkezdett mozdulni a vasnál a mutató, már nem nullán található. Közben már most az alumínium rúd alatt is elkezd mozdulni. Látjuk is, hogy ugye az alumínium rúd alá sokkal később gyújtottam alá. De már a mutatója kezdi megközelíteni a vasrúdnál. Ugye tudjuk, hogy a lineáris hőtágulás az függ a hőmérséklet változástól, függ az anyagi minőségtől, és ezt az anyagi minőségtől való függést mutatja meg a lineáris hőtágulás együttható, ami más a vasnál, és más az alumíniumnál. Melegítés egészen addig tart, míg el nem ég az összes denaturált szesz. És én úgy gondolom, hogy látható, hogy az alumíniumnak nagyobb a hőtágulás együtthatója. A vasnál el is égett az összes denaturált szesz, az alumíniumnál még van egy kicsi, hiszen ezt később gyújtottam meg, és akkor figyelhető a két mutatónak a kitérése. A vas itt érte el a maximumot, az alumíniumé pedig még mindig emelkedik. Ebből, és most lett vége a folyamatnak, ebből az látható, hogy az alumínium sokkal jobban tágult, tehát nagyobb a lineáris hőtágulás együtthatója. Ugyanolyan hőmérsékletváltozásnál, ugyanolyan hossznál az alumínium jobban kitágult.